hátra nézünk szépen, és szépen nagyjében is szembe jövőmehetünk. Újabb áremelkedéssel kell számolniuk azoknak, akik a közeljövőben szeretnének jogosítványt. Az előző évekhez képest ugrásszerűen emelkedett a jogosítványszerzés költsége. 5 év alatt több mint 80 ezer forintos drágulás figyelhető meg. Az újbóli áremelkedés oka pedig az üzemanyag árak és a gépjárművek javítási költségeinek a növekedése. Az autós iskolák nem tudnak élni a benzinástop adta lehetőségekkel, hiszen ezeket az autókat a hosszabb élettartam megőrzése érdekében prémium üzemanyaggal kell tankolni. Üzemanyag áremelés előtt 240-250 ezer forint körül jött ki a jogosítvány, most az ár, ez 250-270 ezer forint, május 1-től emelkedett a vizsgadi is, az első segély vizsgadi 8200 forintot 12 ezer forintra, és sajnos attól félünk, hogy a B kategóriában az összes vizsgadinak a díjat is meg fogja keverni előbb-utóbb. Viszonylagos csökkenés vehető észre az elmúlt időszakhoz képest a tanulóvezetői létszámban. Gondolom azért az emberek próbálnak tartalékolni, nem tudják, hogy mire számítsanak itt az áremelkedéssel, és az első, amiről lemondanak, ugyebár a vezetés, meg az élvezeti cikkek már ki. Tehát inkább most ilyen kivárás van arra, hogy hogy lesz itt, mint lesz, és hogyha ha beindul, úgyis jönni fognak, mert jogosítványra szükség van, mindenkinek kell a jogosítvány, és bízunk abban, hogy most itt beindul a nyár, végre lesz az iskolának, és akkor ennek hatására azért megint megindul majd a tanfolyam. Jó hír viszont mind az oktatóknak, mind a tanulóvezetőknek, hogy feloldották a rájuk vonatkozó COVID-szabályokat is. Itt sem az oktatás alatt, sem vizsgáztatáskor nem kell az orrot és szájat eltakaró maszkot viselni.